Sziasztok! Itt vagyunk lent a Nagykunságin. Édesapám elhívott a Tilla névnap alkalmából a munkából kiemelve egy kis pecára. Hát lehetne több névnap, ami ezt illeti. Most épp küzd a jéggel egyébként, mert beledobott a jégbe. Várja, hogy kiolhatjon. De jó, nem szemtelenkedek. Én meg keresem itt a helyet, hogy le tudjak menni, mert csak ez az oldal van kiolvadva. És így sem nagyon látok semmilyet, ahol le tudnék menni. Bár jól öltöztem. Rajtam van a gumicsizma, de hát attól függetlenül nincs olyan hely, ahova le lehetne menni, mert be van nőve az egész náddal. Na, meglátjuk, mi fogod itt. Fontos nagyon ilyenkor, amikor beakadunk. Mutatom az orsót, amikor elég van, nem jól csinálta. Az orsót, amikor itt pattintjuk, akkor ne legyen így kiemelve. Tehát mindenképpen érjen vissza ide a tövéhez. És akkor így tudjuk összedni az akadóból. Mond? Még csak akadtam, de jó a pálya. Kiváltottam az engedélyt 2022-es évre az Alcsihol-Tiszára, a Tiszára, Nagykunságira, az összes csatornára, ami a Milléren van, igen, Millér mellett van, Kakat, Villogó, Zagyva, Tisza folyó, mindegyikre, bocsánat, kicsit megdöntöttem, hogy ne látszódjon az autó, mindegyikre megvan az engedély, úgyhogy lesz pece az idén. Hát tegnap sikerült átadnom a nyereményt, a botot, a boginak. Erről készítettem is egy képet, azt mindjárt ide beteszem. Na szóval ő itt bogi középen, mellette pedig a párja. Elmondta, hogy hát szívesen fog menni vele horgászni, ezzel a horgászbottal. A párja amúgy is szokott menni, pecázni. És csatlakozni fog majd ő is hozzá. Úgyhogy jól jött ez a horgászbot. Hát én még itt dobok egyet-kettőt. Nem sok hely van, elég korlátozott a lehetőség, mint látjátok. De hát, ha innen a széléből is ki lehet csalni a csukát. Biztos, hogy van itt a víz valahol. Persze, azért szokták ebbe a gázló ruhába besétálni a vízbe. Aha. Beállni ide. Mint a Decathlonba is lehet venni, az a kantáros. Törpeharcsa az van benne, itt a feje. Van az a túloldalt is nézett, csak túloldalt egy-kettő hely. Aha. Hát ott szembe is van egy picit. Vannak itt helyek, hallod?
Ah, megvolt. Biztos, hogy hal volt. De az akadó az nem rúg vissza. Meg is húzta gumit. Ez hal volt. Arról jött ki. Lehet itt van beállva a náttorzsák alá. Vagy mi itt, ami kisodort ide a szélre. Szerintem itt lesz majd, ha jön utána. Megvan! Nézd a! Nézd a! Gyere kifele! Jó reggelt! Persze, hogy megy. Hát miért nem menne? Hát... Az első nagykunság is csukám. Vigyázz a botomra. Az videó, amit elindítottál, apa. Négy napi peca. Mondtam, hogy utána csapat, látod? Már érzem a kapását. Már érzem a kapását. Na hát, nagykunsági csatorna első csukája. Szia! Mehet vissza. Éreztem én. És milyen meg van sérülve a háta, szerintem ezt megkaraphatta egy másik csuka. Hát nem így akartalak visszaengedni, de Isten áldjon. Mondtam, itt volt beállva nád alá. Mondtam is, amikor itt a legelőbb húztam el, hogy itt lehet a nád szélébe, ahogy kidosodorta ide a víz. És így is volt. Így is volt. Ej, de jó volt. Ej. Egy nagy szerencsém van, hogy édesapám nem szeret gyorsan öltözni. Úgyhogy lejövök még ide, ezt megtopom ezt a helyet. Úgyse vette észre, hogy lejöttem szerintem. Hát túl sok ígéret nincs így megint, hogy nincs rendesen kiolvadva, de itt nád fel előtt lehet. Napozik a csuka. Napozó csukát fogtam. Napos csuka. Ú, de jó itt ez a túlpart. Látom, van akinek van bójája is itt. Nagyon a szélé húzom, hát szerintem itt nincs hal, ami utána megy. Most ez a jég, ez jól is jött ki. Onnan behúzom, bepottyantom a kiolvat részre, és akkor úgy kezdem eltekerni. Hát, ha napozik itt egy csuka. Nem napos csibe, hanem napos csuka. Fent ebben már nem, mert akadósabb.